Hogy a kormány december 2-a óta semmiféle tájékoztatást nem ad az uniós csatlakozástól. Kovács László szerint Áder Jánosnak nem őt kellene tiszta egyenes beszédre és az uniós csatlakozás melletti érvelésre kérnie, hanem Orbán Viktort. A külügyminiszter úgy véli, a frakcióvezetőnek azokhoz a politikus társaihoz kellene fordulnia, akik úgy érvelnek az unió mellett, hogy közben alaptalan állításokkal igyekeznek elvenni a választók kedvét a csatlakozástól. A sztrájktól sem riadnának vissza egyes patikusok, hogy megakadályozzák a gyógyszerpiac megnyitását. Veszélyesnek tartják ugyanis azt a tervet, amely szerint a bevásárló központokba és a benzinkutaknál is árusítanának gyógyszereket. A piacnyitást a gazdasági versenyhivatal nemrég nyilvánosságra hozott tanulmánya javasolta. A dokumentumot szakértőként véleményező gyógyszerész professzor úgy véli, a rendszer bevezetése tömeges patika bezárásokhoz és áremelkedésekhez vezetne. A gyógyszerészek az egészségügyi minisztertől kérnek tájékoztatást. A fővárosi Weiss-Manfred kórház megmaradásáért tüntettek a csepeliek, a kórház dolgozói és az egészségügyi dolgozók demokratikus szakszervezete. A demonstrálók lemondásra szólították fel az egészségügyért felelős budapesti főpolgármester helyettest. A fővárosi önkormányzat azt tervezi, hogy a 21. kerület 80 ezer lakosát ellátó intézményt összevonja a délpesti Jan Ferenc kórházzal. Végül időjárás jelentés. Éjszaka néhány helyen gyenge havazásra lehet számítani. Az ország középső és keleti részén köd várható, hajnalra mínusz 8 és mínusz 18 fok közé süllyed a hőmérséklet. Holnap országszerte napos idő lesz, már csak keleten valószínű havazás. A hőmérséklet plusz 1 és mínusz 4 fok között alakul. Késő esti hír összefoglalónkat látták, híradóval legközelebb 6 óra előtt 6 perccel a Hajdú Andrea várja majd önöket. Viszontlátásra, jó éjszakát kívánok! Irak. Amerika bizonyítékokat tár saját közvéleménye és a világ elé. Béketüntetés Budapesten. De hol? Brüsszel. A magyar főtárgyaló története. Eutanázia. Köszönjük a véleményeket. Ezek alapján folytatjuk a beszélgetést. Liszkis 17 éve árnyékában felülvizsgálat és új tárgyalás. Ezt szeretné elérni Ambrus Attila és ügyvédje. Egy vitatott pofon nyomában, kényszervallatás miatt börtön. A kapuvári vádlott rendőrök nem értik a történteket. Egy 6 millió forintos lopási ügy és a Móri mészárlás. Vajon van-e összefüggés? Hol tart a nyomozás? Vannak-e újabb bűntársak? Hétfőn, tördünk, mindenre választ kapunk. Hol van a feleségem és a lányom? Apád megtalál minket. Ki vagy te? Az utolsó feladat, hogy megölje a feleségét és a lányát. Mindent megérdemelsz, amit történik veled. Honnan tudod, hogy mi történik velem? Áberta valószínűleg azt hiszi, hogy segítünk Jack, igaz? Nincs bizonyítéka. Ez személyes ügy, ezek az én bőrömet akarják. Tedd el! Hol a feleségem? Folyékony súrolószerre egy gyerekjáték a takarítás. Pillanatok alatt szedi le a piszkot, sőt a vízkövet is, melyet más súrolószerek bizonyot hagynak. A fürdőszoba után pedig jöhet a konyha. De mit csinálsz itt? Zillit folyékony súrolószer. Ragyogó megoldás minden nap. Akkor mától te vagy a fürdő és konyha felelős. Szeretné meglovagolni az ingatlanpiac felfutását, hisz közeleg az uniós csatlakozás. Nem tudja, hol érdemes befektetni? És mibe? Bízza szakértőre! Európa Ingatlan Alap. Magyarország legnagyobb ingatlan alapja eddigi működése során évi 13,3%-os hozamot biztosított. A kettős hatású rinatiol köptető szirup megszünteti a hurutos köhögést és csökkenti a felülfertőzés kockázatát. Rinatiol köptető szirup.
A felnőtteké karamell, a gyermekeké pedig kellemes málna ízű. Rinatiol, hogy ne a köhögésről szóljon a nap. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvas el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Majd a jövő éten befoglaljuk. Hívlak, szia! Aha. Komolyan. Tehát beszéljük meg egy kávé mellett, jó? Én aztán nem tudtam volna tűrtőztetni magam. Mert az igazán fontos beszélgetésekhez vezetékes telefon kell. Matáv, a szavakon túl. Megint eldugult! A tiret minden lerakódással elválik, és percek alatt megszünteti az eltömődést. Ez tényleg gyorsahat. Tiret, minden lefolyó legyen átfolyó. Amely a száguldó vihart is maga mögé utasítja. Mi megépítettük önnek. Opel Vectra. Most 500 000 forint árelőnnyel. Opel Vectra. Vezéregyéniségeknek. A megfázás és az influenza gyakran jár hurutos köhögéssel. A nehezen múló köhögés ellen vágjon vissza Coldrex Bronco-val. Az új Coldrex Bronco szirup csillapítja a méhről jövő köhögést és segít, hogy szabadon fellélegezzen. Új Coldrex Bronco. Győzelem a köhögés felett. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Kőmány Rita és Maros Gábor. Egy elhallgatott szerelem. Zsolt a való világból. Apja soha nem akarta látni. Nincs tabu. Ezer titok politikusok magánéletéből. Mindez a legújabb Best magazinban. Best magazin, amiről beszélnek. A viszkő tönkretette a mosógépet, és itt állok bokáig a vízben. Biztos olcsó vízlágyítót használt, és azt is csak ritkán. Az új Kalgongél az olcsó vízlágyítókkal szemben már a mosás kezdetétől védi a mosógépet a viszkő ellen. Kalgonnal a mosógép is tovább. Következő műsorunk megtekintését 16 éven aluli nézőinknek nem ajánljuk. You know, I think I'm in a state of shock. I know the tour's over, but it's like last week in Spain. I really felt like I was gonna have a nervous breakdown. I couldn't take the crowds outside. I couldn't do the shows. It was too hot. Everything was getting to me and I thought, oh, I think I'm getting ready for the depression of what I'm going to feel when the tour's over with, but I really didn't feel emotional last night. I know everybody else did and everyone was crying, but I didn't feel emotional. It was like it already ended for me. It's like when you know someone's dying, you have to make your peace kind of before they die. I've done this with close friends of mine. I make my peace with it before it happens so I don't get really hurt. And then when it happens, it's like, I don't feel anything. But I know I'm going to feel something later. I just don't know when that's going to be. I guess it's a protection device. I hope I'm in a safe place when it happens. Talk with me, I'm freaking out. I have Japanese.